Na, sziasztok, srácok! Ez itt ugye a Final Fantasy 14. Úgy döntöttem, hogy a tanúság szerint 7 napot játszottam, szerintem majd itt szerkesztéskor beírom, hogy kb. Hány óra, mert ugye a Steam azt tudja nagyjából, hogy mennyit játszottam vele. Szeretnék egy ilyen pici ajánlást adni azoknak, akik érdekel a dolog, és főleg olyanoknak mondom ezt, akik egyelőre nem gondolkodnak abban, hogy most a közel 40 eurós pakkot megvegyék a teljes kiadásért, hanem a 9 eurós Starter Edition-t kezdjék. Úgyhogy ezt inkább azoknak mondom. Igaz, hogy a játék struktúrája később is nagyjából ugyanaz lesz, de gyakorlatilag ez az, ami mindenkinek nagyjából egyforma lesz. Úgyhogy nagyon gyorsan mutatok egy kis karaktergenerálást, főleg azért, hogy milyen fajokra lehet készülni, hogyha megcsináljátok. Úgyhogy nyomunk itt egy ilyet. És megmutatom, hogy mi a választási lehetőség. Tehát ez a Ájúr, ők a emberek. Akkor van az Elezen, akik tulajdonképpen a tündérek. Van a Lalafell, akik ezek ilyen kis tündérmanók, amúgy nagyon aranyosak. Nem az a más keleti MMO-knál megszokott loli faj, hanem ők tényleg aranyosak. Aztán van a Mikota, ezek az ilyen kis állatfülű, állatfarkú kis aranyos cuccok, és itt az utolsó, amit a Starter Edition-ben tudsz indítani. Ezek a kőóriás jellegű dolgok. És ugye, ahogy ezt mondottam volt, mindenkinek van... Aha. Teljesen más származása. Itt a középföldi, meg a magasföldi. Úgyhogy így. Tehát ez, amit mondottam volt, ugye számít a statisztikákban is, hogy mit indítasz. Ugye az utolsó három az, akiknek a Starter Edition van meg, az nem lesz aktív. Tehát rá se tudsz így menni, ugye ez az aura, ami nekem is van. Ennek így nőnek ki a lányai. Ugye a Hrothgar, amit mondottam, volt ezek az oroszlánok. Tehát különféle cicát lehet gyúlni, és itt a Viera, akik meg kizárólag hölgyek lehetnek. Így. Na, itt is vagyunk a következőre. Tehát... Nézzétek el nekem, hogy hogy néz ki a karakterem, ugyanis egy küldetés miatt direkt ilyen szakadt ruhába kell lennie, viszont a kesztyűje az azért fontos, amiről majd később beszélni fogok, ugyanis ehhez egy teljes szettet kaptam, és ezt is megmondom mindjárt, hogy hogyan. FPS módon nem tudok bemenni, mert akkor kikapcsolja a felvételt, úgyhogy jelenleg azt nem tudjuk megcsinálni, de a lényeg az az, hogy ha van egy Starter Edition-ed, mit fogsz érte kapni? Hát ha jól tudom, egy ilyen 50-60 vagy nem tudom hányas szintig föl tudsz szintezni tulajdonképpen minden karakterosztályt. Ahogy mondottam volt, szabadon átválthatsz és tudjátok változtatni. Ez tulajdonképpen úgy működik. Amúgy azóta specializált új klasszok is megjelentek. Itt a pugilistát nem biztos, hogy tudjátok amúgy választani, mert ha jól emlékszem, az ugyanaz a kiegészítővel jött talán be, mint amivel ez a faj. Tehát ha nincs meg, akkor nem tudod, de az lényeg, hogy például Lancer, meg Rugót biztos tudsz, meg egy csomó más klasszt is. És azt úgy csinálod, hogy minden városban van egy úgynevezett a kalandozók céhe, amiben tartozol, azon kívül ugye van minden klassznak egy saját céhe, mint például nekem a Lancer céh, tehát a lándzsások céhe, akik tulajdonképpen... Hoppá, ott megy a regália.
Ez ugye azért is aranyos, mert hogy gyakorlatilag itt teljesen éppen van a class fantasy, nem úgy, mint a mostani World of Warcraft-ban, ugyanis te mindig küldetéseket fogsz kapni időnként, ahogy fejlődik a karaktered, hogy a lehető legtápusabb legyen, amúgy rendkívül hangulatos és teljesen jó új történetet kapsz. Történetek. Ez az első és a legfontosabb. Ez a játék, amellett, hogy MMO amúgy elképesztő módon ilyen egyjátékos RPG, ízigőérik Final Fantasy, ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy csomó ilyen a térképen található ilyen MMO küldik közül, hogy menjél ide, öljél meg 4 vagy 5, de ezt amúgy nagyon jó végigmondják a szövegben, 4 vagy 5 rémet, gyere vissza, menj át oda, és akkor ott csinálj valamit. Tehát itt van egy csomó ilyen küldetés, és van egy csomó történet küldetés, ahol gyakorlatilag amúgy tényleg ide-oda rohangás van, úgyhogy csak beszélni. És a fő-fő történetvonal, ami átvisz az egész játékon, mert van, tehát gyakorlatilag amúgy egy baromi lineáris játék ebből a szempontból, viszont azoknak a fő küldetésnek a fő cutscene-jei, általában az elsők, azok teljesen voice-osak, tehát ott hangszínészek mondják föl, de ez csak kb. Az első pár jelenet, mert utána viszont csak simán kiírják a mondandót. Tehát elég sokat kell olvasni, aki szeretne, és nem árt érteni angolul, mert hogy itt-ott archaikus angolul beszélnek, itt-ott valamelyik slang, kalózostól, a parasztig mindenféle angol van benne, amúgy nagyon jól vannak megírva, elképesztően hangulatos, ez például nagyon tetszik a játékba, úgyhogy én örömmel olvasgattam ezeket a dolgokat. Szia, Cica! Tessék! Ott ugye a háttérbe. A játéknak ez a fő vonulata, tehát ez a vegyesek a küldetések, és amit tudtok csinálni, mindenféle küldetéseket, akár egyedül, akár többen. Emellett amúgy van még egy csomó minden, ugye mondottam volt, hogy fétnek hívják a public eventet. Vannak még egyéb ilyen hasonló dolgok, amik idegesítőek lehetnek. Direkt most el is mondom, hogy ne ijedjetek meg. Itt van előttem egy Level Mette nevű szerencsétlen. Erről azt érdemes tudni, hogy ő gyakorlatilag egy véletlen generált küldetést ad az adott térképre. Ezt úgy képzeljétek el, hogy kijelöl neked egy területet, odamész, megmondja, hogy mit kell csinálni, és azt az adott idő alatt meg kell csinálni. Például öljél meg 3 rémet, de hogyha kifut a terület szélére az egyik rém, akkor be tud húzni többet, és akkor elbukod. Tehát ezek ilyen mini challenge-ek. Ez a leve, úgy hívják, amit nem tudom, hogy ejtik angolul, még nem hallottam. De szép az a páncélos csokobó. Ebből van guild leve, mint a klán leve, ami tulajdonképpen egy véletlen generált mini ütközet, egy 4 fős, egy light partival fogjátok csinálni, és le kell gyakni a rémet határozott idő alatt. Ez a guild leve. Tehát tulajdonképpen az egyik egy véletlen generált egy személyes quest, a másik egy véletlen generált csapat küldi. Ezt is tudod farmolni, rengeteg XP-t és pénzt ad. Ezen felül, ugye később megnyílt nekem, amikor annak idején csináltam nektek a videót, ez a duty, ami, amint látjátok, van kétféle daily roulette, gyakorlatilag napi dungeon-ök az adott szinteden belül, amint látjátok, ebből 3-at még meg lehet csinálni, ebből nem. Ebből maximum 1-et talán, ha minden igaz. De az lényeg, hogy vagy itt nincs korlát, itt lehet, hogy egy csomót meg lehet csinálni, és a másikat csináljátok, abból meg maximum 3-at lehet, ez gyakorlatilag az adott szinteden belül beránt egy dungeonbe. Jelenleg nekem, amint látjátok, 3 van a Realm Reborn, tehát a Starter Editionben. Mind a 3-at játszottam. Az első 2, ez a... Ez a 2,
a Tamtam Deepcroft és a Stash Sastasa, ezek viszonylag egyszerű dungeonok voltak. Erről még azt érdemes tudni, hogy ebben a játékban, amint látjátok, van a három fő dolog, a tank, a gyógyító és a sebző, és itt egy ilyen light party, amit mondtak, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy két DPS van, az egyik valószínűleg ranged, a másik pedig közelharci, ez a karakter közelharci DPS a láncsájával. És tehát ezt azért fontos tudni, hogy aki szereti ezeket, én amúgy nagyon szeretem, mert így legalább tudom, hogy mit kell csinálni. Így gyakorlatilag ennek megfelelően marha jól beállított dungeon-eket lehet csinálni. Az első háromból ez a kettő, amit mondottam, volt teljesen straightforward, semmilyen extra, nagyon izgalmas mechanika, ugyan nem volt benne, de nagyon jó volt megcsinálva, mind vizuálisan jól néztek ki, mind jó pofa kis encounterek voltak mindegyik, de a boss az ilyen teljesen egyértelműen tank and spunk volt, és ez már a Copperbell Mines-nál kezdte el megmutatni, tehát a level 17-es harmadik dungeonnél mutatta meg nekem a játék, hogy ők értenek ehhez nagyon durván, ugyanis ott volt egy olyan boss mechanika, hogy teljesen kiakadtam tőle, ugyanis a boss az egy ilyen hatalmas nyálkatócsa volt, és úgy lehetett csak sebezni, hogy jött messziről egy ilyen bomba lény, akit oda kellett csalni, és ott kellett megsebezni, hogy az sebezze meg a boss. Tehát a tanknak tartania kellett, és még időbe ki kellett mennie. Én például haltam meg, mert nem ismertem föl, hogy mi a helyzet. De így több kört kellett végignyomni, természetesen voltak egyéb lények, amik megpróbálták azelőtt lenyomni ezt a bombát, hogy oda tudjátok húzni a bosshoz. Elakadt bennem a játékos. Úgyhogy már most érződik, hogy marha jó mechanikák lesznek a dungeonökbe. Ez a másik, amit akartam mondani pont a dungeonökkel kapcsolatban. Megmutatom nektek ezt a szettet gyorsan. Ez az egyik része még, amit le kellett vennem, és hol a másik? Ezt a páncélt a sisak kivételével, tehát ezt a szép fekete, láncinges, válvértes cuccot azért kaptam, mert végigcsináltam a közelharci DPS dungeon tutoriált, amit az egyik dungeon előtt találtam. Tehát ha végigcsinálod a megfelelő klasszodnak való tutoriált, jár érte egy elég jó kinézetű páncél, amit ugye később gyakorlatilag, mivel a játékunknak van egy úgynevezett transmog rendszere, itt prismnek hívják, hogy be tudod állítani magadnak, hogy hogy nézzen ki a cucc, amúgy meg mindegyik páncél festhető, ezt is hozzáteszem. A Hall of the Novice, tehát a kezdők csarnoka nevű cuccal tudod ezeket a tutoriálokat lenyomni. Tehát ugyanúgy van a tankosnak, ugyanúgy van a gyógyítóknak, és gondolom a range DPS-nek amúgy kísértetiesen hasonló a cucca, mint ami nekem volt a közelharcban. Ilyenekre gondolok, mint tutoriál, hogy képzeljétek, a játék elmagyarázza, hogy a tank felé néz a mob, akkor mennyi mögé és üst hátulról, mert hogy onnan vannak olyan klassz mechanikák, amik még ráadásul bónusz sebzést is okoznak. És ugye meg is mutatja, hogyha valamit kijelölsz, elől van egy bütyök, hogy arra néz. Tehát, hogy így tudni fogod, hogy hol van a háta. Akkor utána elmagyarázza azt, hogy ne állj a körbe, meg a narancssárgába. Ugye ez a telegráf volt ellenséges akciók, hamarosan érkező AOE-k meg ilyen dolgokat megtanította, hogy arra figyelj. Utána a másik meg az, hogy amikor harcoltok a bosszal és bejönnek mindenféle kis addok, akkor igyekezz te, mint a DPS, gyorsan kiirtani őket, mielőtt még odaérhetnek a healerhez. Illetve a nagy DPS-el is közben vannak olyan helyzetek, hogy konkrétan például akár egy kapcsolót kell operálni, vagy akármi, hogy ne jöhessen be több rém,
azt is neked kell csinálni. Tehát konkrétan végigmagyarázza az egészet, és utána végén van úgymond egy vizsgafeladat, ahol tulajdonképpen anélkül, hogy mondanák, hogy mit kell csinálni, amit tanultál, azt végig kell nyomnod. És így gyakorlatilag, ha figyeltél, és amúgy sosem MMO-ztál, és ez a tank DPS akármi dolog, hogy kell dungeonben mit csinálni, nem volt tiszta, ez a legjobban elmondja, ez szerintem amúgy a WoW-tól kezdve minden játéknál marhára kell. Ez olyannyira durva, hogy én ugye voltam dungeonben, ahogy mondottam volt, és annyira tudták a dolgukat már a srácok, mert ugye van, aki a 8. klasszát húzza föl, és például a tankok úgy mentek előre, mint a messzes. És amúgy tényleg nagyon röhögve végigcsináltuk. Ez azért is fontos, mert például, hogyha ebből a Duty Finderből a napi cuccot csinálod, a rulettet, hogy gyakorlatilag bónusz keresetet, XP-t is, meg pénzt is kapsz csak azért, hogyha egy adott időlimiten belül csinálod, meg néha vannak ilyen titkos objektívák is, amiket föl kell fedezned. Tehát van úgy, hogy a dungeon nem ugyanúgy megy le, mint korábban, például tudok egy egyszerűt az első dungeonben. Volt egy olyan, hogy mindig más, hogy melyik korához kell oda menni, hogy elő kerüljön az a gomb, ami kinyitja az ajtót. Szóval egy nagyon-nagyon aranyos. Amúgy, ha dungeonben mész, utána tudsz egy embert úgymond gratulálni, rekommendelni itt a reputationben, hogy mennyi commendation-t kaptál. Én ugye voltam pár dungeonben, mindegyikbe kaptam egyet. Igaz, hogy én annyit megtettem, hogy beírtam az embereknek, hogy sziasztok, én új játékos vagyok, hogy senki ne legyen idegbeteg, hogy nem értem a mechanikát, vagy hogy mi történik közben, beesteledet. Tehát ennyit a dungeonokról, meg a sztorikról, tehát rengeteg dungeon és rengeteg sztori lesz, meg ilyesmi. A világról mesélek, ez a következő. A világ, ugye azt említettem a World of Warcraft-a kapcsolatban, főleg a klasszikkal, hogy én azt annyira szerettem, hogy gyakorlatilag építettek egy összefüggő világot, amit nagyon ügyesen elrejtették a streaming töltés, de és olyan érzésed van, hogy az egy egész földrész és keresztbe tudsz rajta utazni. Ugye ezzel a dologgal sajnos ez a játék ugyan szembe megy, de mégsem bánom, és ezt azért mindjárt el is mesélem, hogy miért. A játéknak nem egy egybefüggő világa van, hanem több kisebb töltőképernyővel elválasztott dobozokból beszélhetünk. Ezt jelenlegi területet itt így tudom nektek mutatni. Ez van most itt nagyjából egybe betöltve, a piros nyilak azt mutatják, hogy ott tudsz tovább menni a következő helyre. Ezek nem túl kicsi, nem túl nagy ilyen vegyesek, bár szerintem összességében viszonylag kicsik, de mivel egyelőre még lábon kell kutyogolnom, így azért egész soknak tűnnek. Amit érdemes tudni róla, hogy ahol ez a kis táj van, ott gyakorlatilag oda tudsz teleportálni, a többihez neked kell oda kutyagolni. Teleportálni gyakorlatilag némi kreditért tudsz, ahogy itt láttátok, hogy ez például 100 ilyen bigyóba fog kerülni, gilbe, hogy én oda teleportáljak. De például a földrészek között is tudsz teleportálni, marha drága, ezt úgy tudom mondani, hogy majdnem 1500 volt átteleportálni ide erre a földrészre, ezért én inkább kihasználtam a helyzetet, és az elérhető léghajóval jöttem, ami gyakorlatilag 120 petákba került, nem pedig 500-ba. Hát ezzel is lehet spórolni, és később ugye elérhetővé válnak a különféle hátasok, és ezzel meg lehet tenni a mindenféle dolgokat. Ugye ez a kék itt fét, hogyha valaki kérdezi. Tehát ez a public event tulajdonképpen, és ez egy dungeon, ami nekem még nem nyílt meg, de majd ha megnyílik, akkor ide is tudok menni. Amúgy bármilyen ilyen dungeon mellett ott van az a úgynevezett smith, aki végig tudja csinálni veled az oktatást, úgyhogy marha jó. És gyakorlatilag így egy ilyen fix méretű térképen kell körberohangálnod, ugye a megfelelő pontokon itt a felkiáltó jelek nagyon jól érzékeltetik veletek, hogy ott vannak küldetések, ezek amúgy nagy része éppen, hogy csak még kapok érte XP-t, mert ha megnézitek, egy level 28-as Lancer vagyok azóta, tehát megy ez, mint a karikacsapás, ugye itt
gyakorlatilag majdnem több, mint a fél bár, az pihent XP-ben van, tehát ha megölök bármi több XP-t kapok, de ezek amúgy kis szintű rémek, ugyanis a sztorit mindig hátra hagyom nagyon, és olyankor az van, hogy itt ilyen 16 meg 17-es szintű a sztori, én meg itt nem visszajövök ilyen, mint 6-8 szinttel később, amíg végig csinálok minden más küldetést. Amúgy ez az ikon, ez specifikus a fő történet szára, a többinek ilyen ikonja lesz. Tehát nekem át kell menni, tehát a világ nem egybefüggő kis dobozokkal van, ami között utazni kell, és utazni gyakorlatilag a teleportálással tudtok. Meg utána gyalog, itt van egy sprint képesség, de kb. Nem ér semmit. Ú, de jó világ itt ez a cucc. És még mindenféle hártasokat lehet szerezni. Meg amint itt látjátok, hogy miket lehet szerezni, ugye itt van ez a kis cucc, ezek a kis petek. Ezeket nagyon szeretem. Ezt a négyet én mind küldetéssel szereztem. Egyet sem a boltból vettem, egy sem járt az editionömhöz, hanem így küldetésből, és ezt mind a, tehát a starter editionnel játszók mind meg tudja szerezni. Tehát ez a cicám van, van egy ilyen kis nagyon tündéri bogárka, van egy ilyen abszolút aranyos kis minifarkas, meg egy repülő kis hajó. Amint nézitek, van nekik a leírás mellett egy leírás, hogy ő például hűséges, ő mindig nagyjából ugyanazon a távon jön utána szépen, viszont a másik három állat, mivel independent, tehát független, ezek gyakorlatilag föl alá mászkálnak és mindent csinálnak, de olyannyira, hogy ez a kis hopiti-hop cica itt, ha én megtámadnék valamilyen állatot, egyszerűen nincs szívem, mert annyira aranyosan derpek, hogy üti a kis mancsával, nem sebez, de annyira aranyosan néz ki, hogy csak na. Úgyhogy gyakorlatilag van mit gyűjteni. Tehát a világ amúgy, ha megnézitek, elképesztően jól néz ki, és nagyon érdekes, irtózatosan tele vannak mindenféle kreatív dolgokkal, tehát marha jól néznek ki, a creature designok, minden, ahogy kinéz. És mondom, nagyon sokat pofosztak rajta, ez egy DirectX 11-es módban van elindulva a játék, ha már grafikáról beszélünk, tehát azért néz ki így. Amint látjátok, vannak napszakok, van időjárás, én amikor ide érkeztem tegnap, akkor szakadt az eső. Nagyon jó. Amúgy minden sztorit élveztem, eddig nem volt olyan, hogy nem. A megvilágítások is marha jók. Mutatok egy Earth Sprite-ot. Szóval összességében eddig marha jó, és tényleg elképesztő mennyiségű dolgot lehet csinálni. A hunting log az most így néz ki, tehát gyakorlatilag majd vissza kell még mennem, mert hogy találnom kell mandragórát, meg mindent, és ezért is ugye itt van, hogy mennyi bónusz XP-t fogok kapni. Hogyha befejezem, és akkor jön a következő szint, már csak két lépés hiányzik innen, mert borpír, pócser kell. Aha, sejtem, hogy hol lehet. És ha ezzel meg vagyunk, akkor jön a következő, és a következő, de ezen kívül a legtöbb ilyen helyen van egy úgynevezett vadász ember, aki A, B és S rangú, elit rangú szörnyekre vadászásért ad neked jutalmat. Na most ezek random jelennek meg a térképen, így nem egyszer van, úgyhogy cseten kérdezik, hogy valamelyik rémet látta-e valaki, hogy kinyírják. Mert hogy ugye azért is jár némi bónusz. Úgyhogy activity szempontból, hogy mi mindent lehet csinálni, rengeteg dolog van tényleg. Van külön egy recommendation, ami megmondja, hogy a közelben milyen küldik vannak, mondjuk az nem figyel nagyon a szintedre. De ahogy mondottam volt, hogy vannak ezek a levék, a guild hashtag, amik ezek a véletlenszerűen generált csetepaték, akkor ugye van a duty finderre, lehet dungeoneket menni, mint az állat. A dungeoneket amúgy azért éri meg menni, hogy gyakorlatilag három mobból megvan egy küldetésnek a teljes XP-je. Tehát ha végigmész egy dungeonon, az iszonyat mennyiségű XP. Ez főleg akkor jó, hogyha
mit tudom én, már második vagy a harmadik klasszodat akarod fölhúzni, és nem akarsz nagyon szenvedni azzal, hogy most körbemész, és ez esetleg kihagyott küldetéseket megcsináld a világban, hanem mész, és ölsz, és fejlődsz, és esik a gear, mert ugye természetesen esik. Az is rendesen need grid loot rendszer van, marha jó, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Hű, már elég hosszú volt így is ez a videó. Gyorsan átnézem, hogy mit hagytam ki. Igen, amit látjátok, nekem még van egy csomó szürke dolog. Amúgy vannak úgynevezett retainerek, akik elmennek helyetted a boltba, és eladják a shittedet, meg egy csomó mindent tudnak csinálni. Azt én még nem csináltam. Van New Game Plus, ez elég jó. Travel, erről beszéltem, ugye a térképen is tudtok, de ott a teleport, meg a return, az csak oda hat, ami itt beállítottál home-nak. Party, ugye van Party Finder, amúgy a Dungeon is így működik, hogy kiválasztod a duty listából, hogy melyik dungeonre mész, és összefütyüli. Azt érdemes tudni, hogyha az összes induló karakterosztályból valamelyik DPS tetszik a legjobban, hogy annak viszonylag hosszú a party találása, mert nekem például ilyen 10 meg 10 perc, negyed órás várakozó listán volt egy csomószor, de utána gyakorlatilag egy 10-15 perc alatt ezeket a kisebb dungeonöket le lehet menni. A endgame-ről nem tudok nektek ugye most még mesélni, de gyakorlatilag ennél a játékra az endgame a Starter Edition-nél már rég elment a következő kiegészítőkre, úgyhogy gyakorlatilag nem tudtok nagyon endgame-et játszani veled, de hát hogyha csak annyit csinálsz, hogy mindent kimaxolsz az adott szintűre, azzal is el leszel nagyon sok hónapig. A másik, ami nagyon vicces volt számomra, amúgy lehet mindenféle klánokat keresni, meg ilyeneket, hogy egy elég durva emote lista van. Tehát nagyon RPG, és ez azért is fontos, mert hogy a cutscene-ekben pont emiatt ilyen marha jó, hogy tényleg arckifejezése van a NPC-knek, mert itt vannak ilyen mindenféle klasszikus mozdulatok, de vannak olyanok, amik kizárólag arccal történnek. Tehát nem csak így megmutatja, hanem van olyan, ahol csak az arca változik az expressionbe. Nem tudom, mennyire látszik. Tehát, hogyha oda fordulnék, ahol a fény van. Na jó, nem sok fény volt. Tehát nagyon-nagyon durva, tehát szerepjátékosoknak a legjobb, tényleg marha sok van. Össze tudtok rakni olyan kombókat, és így ahogy végigírjátok a chat üzeneteket, amúgy így marha szépen. Mindenféle pózok is vannak. Például meg tudom azt csinálni, hogy nem így állok meg, hanem mondom, hogy change pose, és akkor így ez a default állása most a csávónak. Vagy jó, még egyszer, és akkor így akár neki támaszkodik a falnak, jelenleg nincs fal. Vagy ilyen köményen néz, mint a Rambo 3. Szóval így. Hát ezt úgy nagyjából tudnám róla mondani, így is már bőven túl vagyok azon az időn, amit erre szerettem volna szánni. Szóval marad a végére a price pont. Jelenleg, ha egy Starter Edition-t akartok venni, akkor az ugye 10 euróba fáj, és egy hónapig hozzá se szól a játék. Csak úgy végig számol. És onnantól fogva viszont elő kell fizetned, az a jelenlegi árfolyamon 4600 forint egy hónapra. Ami néhány esetben azért egész sok, 13 euróról beszélünk, ha számosítani akarod. Konkrétan van úgy, hogy egy vagy leértékelt, vagy egy indi játék ára. Ezt neked kell eldöntened, hogy megéri-e. Egy biztos, hogyha most csak 10 euród van erre, és mit tudom, a következő hónapban meg lesz rá ez a 4600 pénzed, akkor is elképesztő mennyiségű órára van szerintem elég jó minőségű content. Ha megveszed a kiegészítőt, az jóval drágább, tehát az ilyen 15
5-17 ezer forint magasságában leszel belőle. Ha rögtön azzal kezdesz, ugye ez most nekem olcsóbb volt, kb. 7 ezer forint, amikor megvettem a nyári leárazásban ezt a Complete Edition-t, amiben az összes kiegészítő is megvolt. Így gyakorlatilag sokkal jobban jártam amúgy, mint bárki, de az a lényeg, hogy annyi content van, mint a szemét. Tehát ha most nem jelentenek be egy teljesen új kiegészítőt, így gyakorlatilag, ha nem kellene más videóval foglalkoznom, minden este meló után leülve játszani is, még szerintem röhögve egy fél éven keresztül csak ezzel a játékkal játszanak. Amúgy káros az egészségre a cucc, nem tudok bemenni FPS-be, elfelejtettem, mert annyira aranyos párbeszédek, meg reakciók, meg minden van, meg ott ez az ugráló cica, hogy én amikor játszok, állandóan vigyorgok, ezért panaszkodok a Brutinak, mert tényleg nagyon jó pofák a történetek, amiket csinálok. Nagyon jó pofa az egész, ahogy kinéz a karakter és creature designok, marhajók, és tényleg egy csomószor van úgy, hogyha benn vagyok egy városban, hogy bemegyek FPS nézetbe, és megnézem a játékos karaktereket, mert annyiféle öltözékben, annyiféle arca és egyéb kiegészítőkkel vannak, hogy egyszerűen meg akarom nézni. Tehát ez nem olyan, mint a WoW-ban, hogy gyakorlatilag mindenki egymás klónja, minimális változtatásokkal. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó vétel. A másik dolog, amit elfelejtettem mondani, nagyon sok mindent valószínűleg elfelejtettem mondani, de azt szeretném mondani, hogy a user interface az nagyon kemény. Tehát gyakorlatilag mindent át lehet szabni, minden, hogy például ezeket az action bárokat meg tudnám csinálni, hogy itt lennének ilyen kicsibe, egy ilyen nagy tömbösített kockába, vagy hogy függőleges, vízszintesen, klasszikus, vovosan minden szét lehetne szedni, illetve jelenleg ez a user interface téma a dark, ez volt a default, ami nagyon jó, amúgy lehet light, ez milyen a szöveggambalkoknak, meg mindenek a háttere, illetve kénytelen leszek megütni ezt a nagyon aranyos révet. Ó, ott a cica is. Mert van egy másik, ez defaultból így van beállítva, de amúgy az, hogy elrejteni mindennek, meg mindenkinek a nevét, azt is meg lehet csinálni, de alapból vannak például agro vonalak. Tehát ezt itt most amúgy a dungeonben jól lehetett volna látni, hogy én ezt kijelöltem, de most megtámadom. Láttátok a piros csíkot? Ő jelezte, hogy rám támad. Amellett, hogy itt felül is látod, egy jól láthatóan ott van. Ki lehet kapcsolni, én úgy éreztem, hogy nem marhára megéri azt, hogy tudjam, hogy a rém mikor és hogyan, milyen irányban támad. Tehát marha jól lehet látni, hogyha a tank behúz valakit, akkor hogy őt jelölik ki, és akkor nyugodtan lehet azt ütni, tehát DPS-ként ez marha hasznos. Tehát azért mondom, hogy a single player RPG rész is tökéletes, de erre a dungeon közös contentre olyan szinten rámentek, hogy elképesztő, hogy mennyi support van, hát külön tutoriál van hozzá, meg minden. Úgyhogy azért mondom, az interface maga is elképesztően jól testre szabható, konkrétan én megfutamodtam előle, mert olyan sokféle állítási lehetőség van gyakorlatilag, egy órát legalább el tudnék vele bingizni, hogy úgy nézzen ki az interfész, hogy nekem tetszen, bár nekem nagyon tetszik így defaultban is. Úgyhogy ez egy marha jó és rendkívül modern, legalábbis én nagyon modern MMO-nak érzem. Egy kicsit bután is érzem magam, hogy nem voltam hajlandó eddig foglalkozni vele, de gyakorlatilag PvE játéknak szerintem marha jó. Főleg ezzel, hogy effektíve klassz lesz, mert hogy azt a klasszt húzod, amit akarsz, és ezt gyakorlatilag minden városban, tehát inkább a megfelelő városban kell a megfelelő céghez bemenni, és azt mondani, hogy én szeretnék mostantól fogva izé lenni, mondjuk íjász, vagy taumaturgista, és akkor onnantól fogva
átváltod a klaszt és fejlődsz, és akkor onnantól fogva az armory chestből a megfelelő felszerelést fogod használni. A másik, amit még a felhasználó felületről akartam mondani, az itt alul látszik, 140 inventory helyed van alapból. És még ki lehet nyitni plusz egy tabot, vagy kettőt, ha jól emlékszem. Lehet, hogy az egyik craftmatos, amint látjátok, itt lehet látni, hogy mennyi foglalt belőle. Még nem voltam eladni az egész játék alatt, mióta ezt csinálom, tehát marhasok. És itt csak gyűlnek a stufok, majd eladom valamikor valahol, de az a lényeg, hogy hagy játszani a játék. Szóval összességében véve ez egy marha jó játék. MMO játékosoknak, pláne olyanoknak, akik viszonylag kezdők és be kéne őket vezetni valahogy, ez szerintem marha jó lépés. Innentől aztán eldöntheted, hogy akarsz-e World of Warcraftozni, miután már így megtanultad legalább azt, hogy kell DPS-kedni, vagy ilyesmi. De a legtöbben, akik például elhagyták a World of Warcraftot, a Final Fantasy 14-et a World of Warcraftért visszatértek, mert hogy amint látjátok, nem csak a visual fidelity, tehát ahogy kinéz, hanem egyszerűen a dungeon design és a történetek, azok nagyon durván megéri. Tehát gyakorlatilag, ha a sztori miatt MMO-zol, akkor ez a legjobb választás. A dungeonök és a raidek miatt szintén nagyon-nagyon erős kihívó a World of Warcraft-tal szemben, sőt azt kell mondjam, hogy még az Old Republic-kal szemben is nagyon erős. Igaz, hogy ők japánok, tehát itt néha nagyon hülye neveket lehet tanulni, ezért is magyaráztam el, hogy értsétek, hogy a leve az gyakorlatilag egy véletlen generált küldetés, a guild hest az meg gyakorlatilag egy véletlen generált többfős küldetés, a fate az meg a public event, hogy ilyen mechanikákkal tisztában legyetek. Ja, a dungeon meg a duty-ban van, de az a lényeg, hogy vannak dungeonok, és jó cucc. Úgyhogy ez a mini, inkább kedv csináló, a Final Fantasy 14-ből, főleg azokra figyelve, akik mondjuk a Starter Edition-t szeretnék megvásárolni, ugyanis a többi kiegészítővel ugye még nem értem el, mert elég messze van, bár ha megnézitek, hogy már 28-as szintű vagyok ennyi játék után, azért az nem rossz. Mondjuk annyit csinálok, hogy általában olyan településeken állok, hogyha ki kell logolni, ahol van bónusz XP, és mindent megcsinálok, ami az van, előfordulhat. Úgyhogy marha jól lehet vele haladni, és amúgy szerintem rendkívül szórakoztató. Ja, amúgy ugyanúgy van a fogadókban is, vagyis, ja igen, van housing, tehát tudsz magadnak egy ploton házat építeni és házat dekorálni, rohadt drága. Ezt is kifejtettem, illetve a fogadókban, mert ugye fogadókban is tudsz nagyon kevés pénzért egy kis helyet bérelni, ahol alszol. De az arra jó, hogy ott gyakorlatilag eléred a fodrászt, aki gyakorlatilag a küllemedet átszabja, illetve ilyeneket. Meg ahogy mondtam, a felszerelés kinézetet is tudsz bingedni. Na, le kéne zárnom. Úgyhogy ez lesz a következő. Szóval remélem tetszett, meg érdekel, fogunk még erről beszélni, főleg miután átmászkáltam a következő nagyobb kiegészítőkbe. Aztán hamarosan valami más érdekességgel jelentkezem. Valószínűleg a következő videó az inkább ilyen podcastos állapot bejelentős lesz, mivel a jövő héten jön az egyik nagyon várt játék, amit videót kell csinálni, és valószínűleg nem lesz elég rá az, itt, az egész következő hét. De erről majd beszélek ott. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, ha nem, akkor diszlájkoljátok. Nekem mindegy, viszont ha bármi kérdés, oly-soly panasz van, akkor ne szégyeljétek a komment szekciót, úgyhogy ha tudok rá, válaszolok, vagy kikeresek, vagy bármi. Nagyon jó ez a cucc, ezt kell, hogy mondjam. Úgyhogy sziasztok, pápá!